Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit egy újabb brosztázos videóban, és ahogyan láthatjátok a trófea számomat, a kupa számomat, közelít nagyon durván a 18 000-hez. Bizony, season vége előtt vagyunk, már konkrétan alig maradt pár perc, na jó, azért még maradt egy pár óra hossza hozzá, hogy megszerezzük ezt, és meg is fogjuk szerezni, most erről fog szólni ez a videó, úgy, hogy nem sokára be fog jönni az újabb ajándék a shopba, és pár percen belül pedig le is fog járni egy-két játékmódot, hogy ezeken fogunk játszani, azokkal a karakterekkel, amikkel annyira nem tudtam teljesíteni ebben a seasonben, akik pedig nem mások, mint Tick és Mortis. Ugye ők azok, akik még nincsenek fent 600 kupán, a többi karakterem mind 600 felett van, és még felette lesz majd a következő season, meg ezeket is megpróbálom még fentebb vinni, úgyhogy most például a Ticket fogom választani, és vele fogunk menni mondjuk esetleg Gamgrabre. Ez a nagy terv, azután pedig jönni fog ugye a shop csere, és akkor be fog kerülni az új ajándék, amit meg fogunk még ugyanúgy lesni közösen, úgyhogy még ez is benne lesz a videóban, szóval ne maradjatok le róla, srácok, mindenféleképpen nézzétek végig a videót. Na ugorjunk is bele, nézzük, hogy hogyan tudunk teljesíteni, hogy vajon ez a 13 percen belül sikerülni fog ezt a kettő módot teljesíteni, és elérni a 18 000 kupát, hiszen most az idővel fogunk együtt futni, hiába ez még nem a season végét jelenti, ettől függetlenül viszont ezt a két játékmódot csak akkor tudom megszerezni rá a Star Tokent, hogyha esetleg ugye én most össze tudom hozni a Wint valamelyikbe, vagy mind a kettőbe, hogy az lenne a cél most, jelen pillanatban, és egész jól működik itt a Tick, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen tudom távol tartani az ellenfeleket folyamatosan, úgyhogy erre a pályára például kifejezetten jó, és gondoltam is, hogy ugye Gamgrabben egész jó lesz, ráadásul egy ilyen mapon meg kifejezetten baromi jól fog teljesíteni, megpróbálom őket ugye távol tartani, ez lenne a legnagyobb feladata amúgy Ticknek, hiszen iszonyatosan jól tudja kontrollálni a területeket, és hát láthatjátok is, hogy nem igazán tudnak amúgy bejönni sem ide. Közben még a szupernemet sem tudták kiszedni, tehát annyi damage-ük sincsen, úgyhogy baromi jól megy, szerintem itt meg lesz a win, hogyha a bull nem csinál valami óriási hibát, és itt meg tudjuk ezt még akadályozni, hogy őt kinyírják, akkor itt már easy win. Mit csinál például? Na hát erről beszélek! Ha nem ilyen fogyatékos csapattársatok van, akkor simán meg lesz. Hát ez úgy néz ki, mintha két ilyen, nem is tudom, olyan játékosra játszanék, akik fogalmuk sincs, hogy mit kellene, hogyan csinálni. Megállt egy helyben és hagyta, hogy megöljék őt. Szerintem itt kijelenthetjük azt, hogy ezt a meccset ezt én keriztem le, közben pedig jött egy feliratkozás is, úgyhogy köszönöm szépen, hát az alert az ugyanúgy benn maradt, úgyhogy köszi. Ott is van a star player, hát mondjuk látszik, hogy egy kisebb kupaszámokon vannak, az ellenfél is kisebben volt, viszont sikerült, srácok, ott a Star Token, és hogy a következő mérkőzésünket lehozzuk ugyanúgy, hozzunk egy win, akkor meg lesz a 18 000 kupa. Egy hatalmas win kell még ide a következőbe, és akkor az pedig nem más lesz, mint Lone Star játékmód, hiszen ugye 10 perc maradt abból is hátra. Nem sok percünk maradt hátra, srácok, nyomtam már egyet Mortisszal, és nem sikerült annyira királyul, úgyhogy azt nem láttátok most azt a felvételt, -1 kupát kaptunk vele, de még akkor is, hogyha most jól sikerül ez a pálya, ha jól sikerül ezt lehozni, akkor ez még bőven meg lehet, ugyanúgy ez a mérkőzés, és akkor meg lehet ugyanúgy az a 18 000 kupa szám, még azelőtt, mielőtt ugye most leváltanánk a játékmódokat, szóval akár ebből még lehet egy baromi jó kis mérkőzés is, aztán meg meglátjuk nyilván, hogy hogyan fog sikerülni, de nagyon jó volt például az a támadás, hát így kéne nyomni ezzel a Mortisszal, hiába itt folyamatosan benéztem a dolgokat az előző mérkőzésben is például, hozzá kell szokni ez a karakterhez, meg hát nyilván amiről beszéltünk is, a lehetőségeket kell folyamatosan keresni. Mindjárt meglátjuk, hogy vajon rá fog-e támadni valakire, de azt tudjuk, hogy a Pennyt az közelből le is tudjuk szedni teljes egész szében. Ugye kíváncsi leszek, hogy például ezt össze tudjuk-e hozni. Nézzük, gyerünk, még egy dash, ez az, és neki nem töltődött fel közben, úgyhogy jók vagyunk. A szupermet azt el tudom használni, mivel ugye hílelődök valamilyen szinten. Az ótoltak, ne, az ótoltak az izére ment rá. Oh my goodness, oh Jézus atya úristen. Szépen le is vadászta közben a Mortis. Nézzük, hogy engem vadásznak-e, vadásznak bizony, mint az állat. A szuperem kiment, és nem, a Penny tudta leszedni. A Pennyé! Hát miért? Miért az övé a kill? Gyerekek!
Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, viszont hílelődünk folyamatosan. Nagyon szép volt itt ez. Nagyon szép volt ez a move, amit itt csináltunk. Viszont az para volt, hogy a Penny megszerezte a killt konkrétan, hiszen ott 4 csillagot szerezhetünk volna még pluszba meg, és most első helyezettek vagyunk jelen pillanatban. Gyerünk, gyerünk, lemarászunk! Ez az! Most már szinte fix, hogy az első hely a miénk lesz. Szinte, de nem biztos még. Gyerünk, kéne még egyetlen egyet. Gyere, ott az első. Szerintem az a Mortis ki tudta volna nyírni a koltot, akkor valószínűleg be tudta volna hozni ugyanúgy az első helyet, de itt van, srácok. Plusz 10 kuba, és még ott van a Star Token is. Jézusom! Na ennyi! Kell egy bemelegítő mérkőzés, és utána már azonnal jól megy. Hoppá! Ott a 18.000 kupa, és rengeteg chest, ahogy láthatjátok, megvan. Megvan a Lone Star, megvan a Game Grab, és most már konkrétan 5 perc maradt hátra, hogy meglegyen az új shop csere. Úgyhogy be fogok menni addig egy-két mérkőzésbe, és megvárjuk mindenféleképpen azt az ajándékot, ami majd meg fog jelenni. Azt mondom, hogy pusoljunk akkor azokkal a karakterekkel, akikkel ugye lentebb vagyunk. De jól néz ki ez a 18.000, Jézusom, GG, srácok, hát a jövőben még többet szeretnék elérni, a 19.000, a 20.000, mindent is szeretnénk elérni. Azt mondom, hogy menjünk be akkor, mondjuk, ez a Lost Star hogy annyira nem volt rossz, nekem ez tetszett. A Rockwoodról, ja, az nem rossz, hogyha mondjuk Ticket esetleg bevisszük oda, ő nem lehet annyira vészesen rossz, és akkor körülbelül olyan két mérkőzés még lehet, hogy bele is fér, akkor jön majd a shop channel, és akkor meglessük azt, hogy vajon mi lesz az a játék, mert nagyon kíváncsi vagyok, akkor, hogy vajon most mit kapunk, hiszen ugye ezen a napon fog érkezni a Brawl Token, most nem biztos, hogy amikor ezt látjátok ezt a videót, akkor az a nap van, már lehet, hogy későbbi napon kerül fel a videó, mert ugye hát most rengeteg info jött ki a játékkal kapcsolatosan, megjön folyamatosan, az adja, csak ide nekem kell, fel is kéne tölteni a szuperünket például. Ugye már fent van, szóval ha valakit le fogunk sebezni egy minimális szintre, akkor már indítom is a szuper. Ne! Hogy elbújtott a kis mocsok? És most fenn van a szuperje, ugye a Darylnek, aki simán ránk tudna pattani, úgyhogy muszáj lesz tartani itt a távolságot folyamatosan, és hát ez ki is szeret. A felelje meg, hogy lentebb esett így az én kupa számom. A felelje meg! Az előző az nem sikerült túl jóra, és most már lassan a shop csere itt lesz, úgyhogy óvatosban kellene ezt a mérkőzést lehozni, hogy nehogy lose legyen, most mindenféleképpen egy jó pozíciót szeretnék elérni. Akarja a Power Cube-ot? Ez egy csali lenne? Szerintetek ez egy csali? Srácok? Szerintetek csali? Nem tudom kiszedni a izét, de oké, kirobbant. Jó, viccika. Az egy csali volt. Te szemét, állat! Gyorsan váltsunk az utolsó pillanatban, gyerünk, menjünk Mordisszal. Most, vagy soha. Köszönjük szépen. Power Cube. Csöcsöj, na gyere, Kró, mi van? Na gyere! Most, gyere közelebb. Jó, köszönjük szépen, amúgy még leszeded nekünk itt a ezért Power Cube-ot. Nagyon rendes, látjátok, milyen rendes koma? Köszi. Istenem, imádom, hát nem jó fej, nézzétek, de hogy nem jó fej. Farmolja itt nekünk a Power Cube-okat, hát rendes, nekem meg se kell mozdulni. Azért nem is mozdulok meg ugye, mert nekem azzal konkrétan, hogy lentebb megy a támadási zém rátám, tehát olyan egyetlen egy amom úgy ki is megy, ha egyszer támadok, úgyhogy nem nagyon szeretném erőltetni. Majd csak akkor, amikor már muszáj lesz, mindig tartogatni akarom, hogy minél nagyobb sebzést tudok majd bevinni, hogyha esetleg egy potenciális ellenfél megközelíti az én területemet. És most már, hogy 4 Power Cube-unk van, így most már azért van sebzésünk, azért mondhatjuk azt itt Mortisszal. Hát egy kicsit ilyen passzívan kell jelen pillanatban játszani ezen a pályán vele, hiszen sok nyílt terep van. Max megközelítik így a bushunkat, akkor tudunk ugye valamit alkotni, hiszen akkor tudunk háromszor is adakolni leginkább. Meg hogyha nyilván, ha van valami lassú karakter, és be tudjuk érni őt, és ő meg fog halni ott, ő meg fog halni. Bizony. Köszönjük szépen az ingyen Power Cube-okat, hát gyűjtjük, ez folyamatosan skacog, közben pedig ott a Healing Mushroom is, megpróbálhatjuk azt, hogy kiszedni azért Crow-ot. Jó, oké, az egy fail volt számára, viszont kaptunk egy poison-t, ami nagyon brutális, már nem tudtam volna healelődni most egy ideig, akkor megtámadott volna ugyanolyan itt a, muszáj lesz innen elhúznunk, de most már látjuk az összes karaktert, hogy merre tartózkodnak, szóval nincs annyira nagy probléma. Azt nem értem mondjuk, hogy például a Brock az miért nem használtál a szuperjét feltétlen. Ujjjj!
Anita, hogy szétszedett minket, viszont megvan ugyanúgy, srácok, a 18.000 kupa. Egy az előző két mérkőzés az olyan rosszul sikerült, tikkát, úgyhogy arról inkább ne beszéljünk, viszont még az új ajándék előtt meglett a 18.000 éppenséggel, és be is került a shopba free valami. Ugye meglessük, hogy már most bent is van-e. Még nincsen bent az ajándék, úgyhogy várni kell egy pár percet, és utána be fog kerülni. Még várunk, mert pár perccel később szokták bedobni, és ott is van! Ott is van! 200-as token duplázó. Jó, hát ez annyira nem rossz szerintem, hiszen ez 10 gembe kerülne. Helyek közben, mint a 10 gembet kaptunk volna ingyen. Jó, oké. Ez szerintem jobb, mint az elmúlt napokban voltak. Köszönjük szépen! Jó lesz, jó lesz. Mondjuk egy 1000-esnek még jobban örültünk volna, de ez is több, mint a semmi. Úgyhogy köszönjük szépen, Supercell, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, srácok, a figyelmeteket. Ha szeretnétek még hasonló videót látni, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, egy hatalmas feliratkozást, és a következő videóban majd találkozunk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Legyetek jók, sziasztok!